Három hónapja, tavaly, október 27-én rakták le az alapkövét annak a nagyszabású beruházásnak, amely lehetővé teszi, hogy az M3-as autópályáról Magyaródnál mindkét irányból le, illetve arra felhajtsanak az autósok. Ráadásul megtörténik a csomópont és a Magyaród-Fót közötti országút összekötése is, hosszabb távon pedig ez a csomópont teszi majd lehetővé az M3-as és az M31-es autópálya összekötését is. A beruházás keretében az M3-as autópálya déli körforgalmától indulva, nyugati irányban haladva az M3-as autópályát keresztezve, az autópálya északi körforgalmáig 93 méter nagynyomású gázvezeték kiépítése már megtörtént. Jelenleg az M3-as autópálya feletti híd alapozási és felmenő szerkezeteinek építési munkálatai zajlanak. A pályát keresztező híd 5 támaszból áll, az autópálya déli oldalán lévő egyik támasz pillérei már elkészültek, a másik támasz alapozási, míg az északi oldalon az egyik támasz zsaruzási, a másiknak előkészítési munkálatai kezdődtek meg. A kivitelezéshez kapcsolódóan összesen több mint másfél kilométer út, 4 körforgalmi csomópont épül meg az M3-as autópálya déli és északi oldalán, az M3-as autópálya és a 2101 számú út közötti szakasz közepén, valamint a záró csomópontban. A beruházás részeként az autópálya felett híd, a Magyaród patak mellékága felett pedig felüljáró épül. A két különszintű felüljáró keresztezésen túl egy színbeni útcsatlakozás is létesül, az M3 autópálya északi oldalán kialakítandó körforgalom és az autópálya, valamint a Fóti út közötti szakasz közepén kialakítandó körforgalmak között. A jelenleg érvényben lévő forgalomterelést a mellékelt ábra is mutatja. A forgalomkorlátozásra a híd pilléreinek építése miatt van szükség, és főként a 18-as lehajtó, valamint a kerektó közötti utat érinti, ez körülbelül 200 méter hosszan van lezárva. Akinek az érintett szakaszon telephelye van, Magyaród felől be tud közlekedni. A többi közlekedő a világos kékkel jelzett útvonalon haladhat az M3-as autópálya, illetve onnan Magyaród felé. A hídépítés előre haladtával tudja a vállalkozó visszaállítani a forgalmat, de akkor is csak részben jelzőlámpás közlekedés mellett. A jelenlegi forgalomterelés a híd felmenő szerkezeteinek építéséig tart, körülbelül 3-4 hónapot vesz igénybe. Az M3-as autópálya elválasztó sávjába tervezett középső alátámasztás építése miatt várhatóan tavasszal ideiglenes forgalomkorlátozás kerül majd bevezetésre. Ennek részleteiről később tudunk tájékoztatást nyújtani. Juhász Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT útfejlesztési igazgatóhelyettese még az alapkő letétel napján a következőket mondta a megvalósulás ütemezéséről. Terveink szerint 2018 nyarára eljut abba a fázisba a kivitelezés, hogy megkezdődhetnek a pályaszerkezetépítési munkálatok, ezt követően 2019 első fél évében ezek a munkálatok befejeződnek, megtörténik a forgalomtechnikai kialakítás, elkezdődhet a műszaki átadás, átvételi eljárás, és ahogy említettem, 2019 nyarán, nyár elején célunk az, hogy az út és a csomópont forgalomba helyezhető legyen. A fejlesztés uniós és hazai forrás felhasználásával valósul meg. A beruházás kivitelezését a Hedo Kft., Penta Kft., KM Építő Kft. Konzorcium végzi, mintegy nettó 5 milliárd forint értékben.